Sziasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben az új videóban, egy új Tobi vlogban, ami igazából nem vlog lesz, hanem egy ilyen leülős kis kóstolós, ételkóstolós videó. Az elsőt nagyon sokan megnéztétek, és nagyon sokan írtátok, hogy... Jó van, mindjárt kapod a kaját. Nagyon sokan írtátok, hogy csináljunk új részt belőle. Itt is lennénk az új résszel, Tobi újabb ételeket fog most megkóstolni. Hoztam egy-két olyan, olyan dolgokat, amiket így kutyának nem nagyon adnék egyébként, de még mielőtt az állatvédők itt nagyon elkezdenének engem basztatni kommentbe, elmondanám, hogy mindenből mértékkel kap, csak kóstolás szempontjából, de ne is húzzuk nagyon ezt így el, úgyhogy Tobi, létszi, gyere ide vissza, jó? Együnk már, jó? Éhes vagy? Ide vissza, hogyha éhes vagy, jó? Oké. Hát csak éhes vagy akkor. Csorog a nyálad? Jön az első ételünk, ami nem más, mint a... Hát Bobszi, az első kajánk nem olyan ízletes, ez egy száraz keksz lesz, semmi íze nem lesz, de viszont nagyon jó a gyomrodnak. Figyelj, készen állsz te erre? Bólogatott. Ilyen. Le se szarja, hogy ez egy száraz szarkek. Megcsináljuk a cracker kihívást vele? Egy perc alatt meg tud enni 6-ot? De tudod, hogy emberek nem tudnak, 9-et amúgy azt hiszem, nem 6-ot. Na figyelj, Bobszi, egy perc alatt kell mindezt megenned. Tied! Megvetted erre 4-et. Visszateszem az asztalra, amiket nem evett meg. Tied, ott van Bobszi, itt fönt. Tied! Tessék, adom neked! Gyerünk, faljad! Fajjad, Bobszi! Aha, most van az, elért a szárassághoz. Hogy csapog a nyára, fúj. Adj egy pacsit, hogyha 5-nél jobb volt. Nem. Nem volt jobb. Lesz. Ja, te ezt nézed? Ez egy gyümölcspüré. Vársz. Tél. Ilyet, nézd! Hát ez... Fújjával, és ez ki fogja fel. ez szerintem ízlik még. Na, hogy ízlik, Bobszi? Várjál, porciózok, azt mondja. Te úgy nézel ki, mint egy ilyen harcos, nem? Egy ízé, vérem, mint egy vérem, nézzétek? Mit szólsz ehhez, Tobi, mennyit adsz ebből? Ha 5-nél jobb volt, akkor pacsi. Ez most már jobban ízlet. Akkor most figyelj, most jön egy igazi gyere már vissza! Hé! Hey, gyere vissza! Ül! Jön egy igazi innyentség, ami nem más, mint a... Sajtál, Tobi. Van nekünk füstölt paranyicánk, és van egy medve sajtunk. A legtöbb háziállat egyébként laktózérzékeny, vagy hát nem tesz nagyon jót a gyomruknak a sok tej, viszont ez tényleg nem fogja az egész sajtot megkapni. Na, vársz! Marad! Tjé! Az! Azt mondja, nem tudok én megölni. Hát ezt leszopta! Ez milyen volt? De milyen búsfeje van? Miért van ilyen búsfeje? Ja, mert ez várja. Bobson, ezt kéred? Ez nem egy kerék. Ez izé, ez sajt. Ugye itt kell megkezdeni. És ilyen hosszú lesz. Jó. Na ne add neki az egészet, miért szedett szét? Nézd, milyen hosszú! Húha! Hé! Hey. Szerinted mennyi idő alatt tolja vesz be? Hé! Te! Magyar bajusz! Azt anyád eszi meg. Nem a tiéd, nem. Hát te már megetted az egészet és laktózérzékeny vagy. Itt fogsz nekem fosni? Fogsz nekem fosni? A következő dolog, Bobszi, egy gomba. Ez egy sima csiperke vagy csipetke gomba vagy? Hogy? Csiperke. Csiperke gomba. Elvileg ehetsz ilyet, utána olvastam több helyen. Úgyhogy én arra vagyok kíváncsi, hogy... Fúj. Kéred? Tied. Tied.
Hozzad! Tied! Edd meg! Nem a sajtot! Gyere ide vissza! Tied! 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 Tied, Boxi! Tied! Tied! Ez is ugyanaz, ebből is kaphatsz! Tied! Tessék! Tied! Na, tied, edd meg, Boxi! Ez az első dolog, amit nem enne meg a Boxi. A múltkori videóban kiderült, hogy a brokkolit nem nagyon szereti. Hát úgy néz ki, hogy a gombát se nagyon. Igazából lehet jó is, hogyha nem szoktatjuk rá a gombára, mert akkor az erdőben nem fogja megenni a mérges gombákat. Úgyhogy pacsit bele, csapolj bele! Pacsi! Pacsi! Csapolj bele! Nekem nem borát! A sajtából kimaradt ez, amit úgy hívnak, hogy mozzarella. Várj! Körbe kell, hogy tegyem az asztalt. Figyelj! Kitesszük Bobszinak az összeset az asztalra elszórva. Szeretném letesztelni, hogy Tobi kit szeret jobban. Engem, a gazdáját, aki hát lassan 2 éve vele van, vagy a kamera mögötti szemét, aki lassan 2 hónapja van vele. Bobszi, ha ezt választod, akkor őt, ha ezt választod, akkor engem. Készen állsz? 3, 2, 1. Tied! Majd Boxi. De csak azért, mert az közelebb volt hozzá. Várj, mert leteszteljük még egyszer. Vársz! Nézd ide! Adjál már kaját! Ez a Gréta. Ez meg az új gazdikat szeretnék gomb. Jó? Figyelj! Tied! Mondtam, hogy emiatt választottam. Jó, az első, az, ami a lényeg. Kínai leves, és azon belül is csak a tészta része. Ugye tudjuk, hogy minden, ami fűszeres, ami erős, az a kutyáknak nem jó, minden, ami túl cukros, túl laktózos. Jó, mondjuk most meghazudtoltam magamat már ebbe a videóba, de azért próbálok odafigyelni. Úgyhogy ez száraz tészta, kínai tészta, és arra vagyok kíváncsi, Bobszi, hogy fog ez neked ízlni? Először is kapsz egy kis ízelítőt. 3, 2, 1. Készen állsz? Jó van, mindjárt visszaszámolok megint. 3. És most, hogy mindenki itt van, megmutatom nektek az új technológiájú 1000 wattos porciót. Mehetsz! Na Bobszi, következik az utolsó kajánk, ami szerintem a kedvenced lesz, mert egyszerre hideg, egyszerre gyümölcsös. Jaj, de szeret így, hogy kapod kaját tőle. Mégse. Ezt figyelj. Csí, apa. 1, 2, 3. Már nem, elolvassuk, hogy nincs benne édesítőszer. Készen állsz az utolsó meglepetés kajára? 3, 2, 1, tied! Legyen egybe! Ez hülye! Nos, és gyerekek, ennyi lett volna a Tobi kajakóstolása, hogyha ezután nem fog hasmenést kapni, akkor semmi után. Úgyhogy most fog is kapni egy ilyen hasfogó gyógyszert, valamint ilyen, mi az, aktív szenet? Vagy? Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Egy picit más volt, mint az első, mert nagyon sok visszajelzést olvastam. Az első nem tetszett nektek, hogy Tobinak én hát testesítem meg a hangját. És hát igazából pont emiatt döntöttünk úgy, hogy most feliratozva lesz Tobi minden gondolata, vagy hát szerintünk az, amire a Tobi gondolhatott. Úgyhogy remélem ez is tetszett, írjátok meg kommentbe, hogy ezt preferáltátok inkább, vagy az előző részben látottakat, vagy hát az előző... Mindegy, az a lényeg, hogy a jövőben hogyan szeretnétek kajakóstolós videókat látni. Tobi narrálja, vagy csak feliratozzuk a videóba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Tobi, hogy mindent megettél. Hatalmas nagy feladatod volt ebbe a videóba. Nézd ide!
Írjátok meg kommentbe, ha szeretnétek még részt látni ebből, és szeretnék egy olyat csinálni, hogy rámenjünk az országok különböző ízeire. Na se vagy, Bobcsi! Se vagy! Se vagy, Bobcsi! Sziasztok! Hello! Csapd le a farkadat a kamerával! Csapd le a farkadat! Menj hátrébb! Menj hátrébb!